Én még ültem abba a szintén kukorica csuhéból és fából készült kékbe, ami valószínűleg nagyanyámé, vagy anyámé, nagyanyámé, vagy talán ki tudja, kié lehetett. Elég elrobbant állapotban volt, a kukorica csuhé meg a szélét már kikette, vagy az egér, vagy valami, és nem került újra csuhéjazásra. De ugyanezt tudom elmondani arról a székről, amelyik a szövőszék mellett van, szintén naturba fából, gyakran lesúrolva és ezért egy kicsit kiszőrösödve, azokat az emlékeket kelti föl bennem, amiket ott valamikor láthattam. Az meg külön...